és tág környezetében és a hazáért. Hogy Isten, haza, család mától egy legyen. Én hálás vagyok az Istennek, hogy elküldött erre a feladatra, bár nem tudom még mi vár rám, azt már tudom mi van belőle, de én megígértem akkor is és most is, hogy amíg élek, ezt az utat el nem hagyom. Mert ha még egy lelket megmenthetünk és átvihetünk azon az aranykapun, amit gyerekkorunkban megtanultunk, már érdemes volt élni, bármennyit szenvedtünk. Mert mit mond a magyar? Új, zöld ág. Újjunk, drágáim, mindannyian. Áldás legyen veletek. Áldás. Menjünk tovább. Itt fog az András számolni kezdeni bennünket. Lehetőleg ebben az oldalban haladjunk. El fogunk érkezni az Y elágazásához. Két irányba fogunk fölmenni az Árpád emlékkő helyhöz a sírvatételhez. Jobb oldalról lehet menni a vas lépcsőhöz. Nem nehéz a terep, nem síkos. Gyerekek is szokták szeretni, de oda férfiakat kérünk segíteni, és lehet menni abban oldalon a lépcsőkön fölfele, és fönt fogunk találkozni az elkerített területnél, és ott lesznek a beszédek. Továbbra is vigyázzunk egymásra! Fölmenni, nem? A vaslépcsőn. Hát akkor meg... Hát segítsen, fogd meg nekem a végét. Jaj! Tehát én nem lettem volna, nem is tudtál volna följönni. Ne felejtsd el. Csak nem próbálnám meg te is. Köszönjük, nyugodtan. Nem akarok belejönni a Ebben forró szellő, üdösben, hajj, reggel, 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 hajj
hajleg, hajló, hajlege, hajlege, hajlaló. Kurósólyom szárnya rezzed, forró szellő közben. Hajlege, hajlege, hajlaló, hajlege, hajlege, hajlaló. Kurósólyom szárnya rezzed, forró szellő a üdösben. Hajlege, hajlege, hajló, hajlege, hajlege, hajlaló. Világok közepén virasztok, sátoros sötétben virasztok. Hajlege, hajlege, hajló, hajlege, hajlege, hajlaló. Száj, száj, sólyom szárnyán, áró hegyen túl. Száj, száj, sólyom szárnyán, áró hegyen túl. Száj, száj, várunkát, ahol véget ér az út.
Hát akkor, skíták, unok, magyarok, engedjétek meg, hogy itt szólítsak meg benneteket. Miután azt mondom, hogy skíták, unok, magyarok, akkor egy népről beszélünk, vagyis rólunk. Ugye ez az a skíta tudat, amit szeretnének a fejünkből kiölni a mai napig is, ezért kellett belőlünk finnugorokat csinálni, ezért történelmi hazudozások és egyebek, amik a magyarságot illeti, tehát a mi skítaságunk, az az elsődleges dolog, amit minden magyarnak meg kell, hogy őrizzen a fejébe, skíta tudattal kell, hogy rendelkezzen. Köszöntök mindenkit, köszöntök bel és külföldről, vidékről, fővárosból, innen, onnan, ahány helyről jöttetek. Köszönöm, hogy eljöttetek kül- és belföldről, itthonról, fővárosból, környékéről, vidékről, de honnan fölkeltetek, kora reggel, idejére esetek. Minden évben itt ünnepeljük az Árpád napot. Miért? Mert ide temették Árpád fejedelmet. Sok az új közöttünk, hála Istennek, ezért én egy rövid ismertetőt szeretnék tartani ezzel a helyen kapcsolatban, és a Árpád fejedelem halálával kapcsolatosan. Anonimusnak van egy írása, amely arról szól, Árpád halálával kapcsolatban, az úr megtestesülésének 907. esztendeiben Árpád fejedelem is elköltözött ebből a világból. Nagy tisztességgel eltemették őt, annak a kis pataknak forrása felett, mely patak kőmederbe folyik le Attila városába. Egyszer s mint ezen a helyen épül egyház, melyet Fejérnek neveznek. Ezt az egyházat Fejér egyházának hívnak, ezt kérem építi Szent István magyarok megtérésére, boldogságos Szent Szűz tiszteletére, Árpád fejedelem halálának tiszteletére. Ez épül Szikamriára, Attila városára. Nem pedig az, amit nekünk mutogattak, mint Székesfehérvár. Ez már a Pilis szétdarabolásával van összefüggésben. Volt egy aljas terv. Három dolgot kellett szétdarabolni. Szét kellett darabolni a nyelvünket. Óriási tártok nekünk az úgynevezett nyelvújítás, az ős nyelvbe nyúltak bele. Tehát szét kellett darabolni a Pilist, mint a magyarság szakrális birodalmát. Helyszíneket tettek le egészen máshova. Így került például Székesfehérvárra, a koronázó város és a temetkező város. Ott semmi az ég adta világon nem volt. Itt történt minden a Pilisbe. Majd ezt be tudom bizonyítani. Utána a harmadik, szét kellett darabolni az országunkat. Senki egyetlen egy másodpercig ne gondolja azt, hogy ez azért kapta a Magyarország ezt a szétdarabolást, mert részt vett az első világháborúban. Mi erre a bizonyíték? Rögtön mondom, az első világháborút Ausztria robbantotta ki, magyar tiltakozás ellenére. Kapott a magyar területekből? Kapott, kérem. Nem is tudom, fájdalomdíjként, jutalomként vagy miért, kapott a magyar területekből. Az, aki kirobbantotta az első világháborút, szó se volt itt ilyenekről, ezt különböző páholyokba döntötték el már jóval előtte, és ez attól a pillanattól fogva így van, hogy a magyarságot innen ki akarják írtani, mióta Árpád fejedelem a pozsonyi csatába megverte az egyesített európai seregeket. Ez a lényege a dolognak. Magyar történelem legjobban eltitkolt eseményéről van szó, és a legdicsőségesebb csatájáról. Árpád fejedelem a 40 ezer főjével a 110 ezer fős egyesített nyugati seregeket verte úgy tönkre, hogy ezután 124 évig idegen a lábát be nem merte tenni. Ez alapozta meg az itt létünket, és nem más. Itt mindenki 1000 éves Magyarországról, meg Szent Istvániról beszél. Kérem, ha Árpád fejedelem akkor veszít, akkor nincs Szent István, Szent László, nincsenek szentjeink, mi se létezünk, innen kiirtottak volna minket. Valakik laktak volna itt, de azok nem mi lettünk volna. Így kell gondolnunk a pozsonyi csatára, Magyarország legdicsőségesebb csatája. 40 ezer fővel verte meg az egyesített, mint egy komplett NATO sereget vert volna meg Árpád fejedelem. Óriásinak számított ez a számokban az időben, ez összefügg ezzel a helyen is, ahol itt vagyunk, mert ebbe a csatában vesztette életét Árpád mindhárom fia jutastart.